akár a kórháza gyepszőnyegen website-ra is lehet majd elküldeni, kérem szépen a gyógymódot, a kúrát, hogy hogyan kellene a játék. Egyszerűen hihetetlen, hogy mit művelnek ezek a piros trikós srácok. Hát nagyon kevés köze van nekem a labdarúgáshoz, és hát Bánki Dodó azért már túl van egy pár profi futballmérkőzésen is. Ő is eléggé szívta a fogát, amikor itt Lamprechtnek a kivégzését láthattuk, itt az a szeletelését. Hát a Chicago marcangolója is ugye egy kicsit vehetne itt egy pár leckét. Melegítenek a srácok, nyilvánvalóan üdítő helyett valamiféle ilyen vérkonzervátumot kaptak szünetben. Nem éjszelődve, de hát ez a megfélemlítés taktikája. Ez egyfelől majd olyat is csinálhat, hogy valamelyik srác nem húzza el a lábát, hanem majd jó rátart arra, aki oda alá piszkál. No, nézzük a félidei eredményeket. Ajjajjajjajjaj, Koblenz, Offenbach, az komolyan összerombolt minden. És hát a Greuther-Fürthnek évek óta az ötödik helyen állnak. Már egyszer belegondoltak abba, hogy milyen jó lesz majd a Bundesliga 1-ben, aztán most belegondoltak abba, hogy milyen jó lesz meg a Bundesliga 2-ben. Ez a 27. forduló. A kínálat pirossal, St. Pauli Freiburg, már jelezték sokan, hogy nagyon nagy kedvükre való az, hogy láthatják a hamburgi együttest Köln, Mönchengladbach hétfőre. Az komoly parfé lesz, kérem szépen, itt végignézik a sportklub nagyon kedves nézői a hétvégi Bundesliga meg F-spanyol bajnokságot, és hétfő estére pedig fölhelyezzük a gyertyát a tortára. Schönheim ritka pillanat, jegyezzék meg, szabályos szerelést produkált, Seitz. Tette le a labdát, Carlos Eduardo, ő már elszórta, Weigel, a fű, mindig a fű. Egyelőre még a vendégeknek nem nagyon érvényesül a tudása, csak azt mondják, hogy hát ennek az együttesnek technikai tudása, meg ugye a szakértő is arra utalt, hogy hát ennek az együttesnek azért ki kellene intézni már azt, hogy vezessenek. És hát itt azért fölmerülként esetleg ötlet szintjén, hogyha ahány szabálytalanságot látunk, annyi gól született volna, akkor most egy ilyen kosárlabda mérkőzésnek az eredményjelzőjét figyelhetnénk. Sőt, fölmerül még az is teória, hogy itt esetleg halottra játszanak. Hát majd meglátjuk, minden esetre a házi uraknak ugye ez a rettegős taktikája, ez valamennyire bejött már, illetve rettenetesben. Lehet, hogy itt a második félidőre előkerülnek majd a láncfűrészek is. Titokban ugye annak idején a börtönválogatottnak voltak ilyen felszerelése, hogy a sportszárba beletettek valami pengét, meg effélék. Szóval az mókás olvasmányról. Csak ez itt maga a valóság, a való világ. Ahogy ugye Gangster Zoltánék megénekelték. Na hát, nézzük, Kopádo elől kivette a labdát Rundström. Rundströmnek most már teljességgel kalibrálhatatlan a pozíciója, mert egyszer volt ugye elől, csatárként kezdte, dolgozott jobb oldali középpályás, és most középen próbálom egyfajta takarítóként. Na nézzük! Nincsen 11-es, Lamprecht belépője szabályos volt, Dembaba borult föl, Ibersberger meg inalhat hátrafelé, Lexa, jött Komper, Marvin Komper. Marvin Marvelius Komper. Ezúttal nem egy ilyen lejárt zöld kártyájú becsúszást láthatunk Lamprecht részéről, hanem majdnem szabályos volt. Seitz bíbelődik egy kicsit Rundström, mert Rundström számára kiváló a terület. Ott szokta magát földobálni, amennyiben a labda ugye ott van nála. Na, akkor indulhatunk a túloldalon. Dembaba! Visszajön hozzá a ballon, Kopádóval. Nem. Carlos Eduardo! Szippel! Talán még belepiszkált egy kicsit a labdába. Dembaba, és aztán bele-bele. Mondjuk nem kellett volna ennyire pánikolni a Komának. És egy kis hengerezés adni, nem ártanám a gyepszőnyegre, mert igen furcsán ugrabugrált a labda.
Prado nagyon huncutul néz, és valami, a jobb lábára az a fekete, az valami egészségügyi berendezés. Jó vicces kis megoldás volt, sikkes szöglet figura. Jó. Kopádó. Kopádónak is megnyílik egy kicsit. Jaj, de jönnek a lobbisták. Jönnek az ügyvédek, egy kicsit kisírnak Kopádónak egy sárgalapot. Nem tudom, hogy Kopádó ilyen kicsi-e. Rosszul indult Bellinghausen, nem akarom védeni Franciscót, mert nincs rászorulva, de... 50. perc. Mi van még, ami itt frissítként nem hangzott el? Hát ugye erről be... Apropó! Érdekes kis cirkusz volt a Kaiserslautern házatáján a héten, mert nem mentek el egy ilyen szponzorációs rendezvényre megfelelő létszámban. Azt állították, hogy elveszett az edzőpálya kulcsa. Nem is nagyon értettem én se, hogy. Na az a lényeg, hogy Sasics a terv szerint erdei futást vezényelt volna a srácok, meg aztán változtatott, mentek volna a gyepszőnyegre labdát terelgetni, és akkor itt jön be, és hogy nem találták, ugye, mert hogy így megváltozott a program, nem találták az edzőpályának a kulcsát, így késett minden, és a srácok is lemaradtak a szponzorációról. Na most itt ugye elég rossz indulatú feltételezéseket lehet hallani. Eszerint a klubvezetők neki mentek az újságíróknak, úgy gondolják, hogy a zsurnaliszták a legnagyobb ellenségei a labdarúgóknak, és hogy lehet ilyet csinálni, ők a legkártékonyabbak, mint a Peronosparánál is rosszabb szerepet töltenek be. Szóval azért elég kaotikus állapotok uralkodnak az egykor szebb napokat is látott együttesnél. Csak hogy egy ilyen klasszikus panelt is beépítsek a mondat építkezésbe. Ezúttal szabályos volt Rampreck, ennek ellenére fölborult állapotban lehetett látni Dembabát, Emeka Opara, az szép volt, amit ott csinált Luis Gustavo. Kopádó hűtötte le, most akkor Luis Gustavo építkezhetne, lepattan róla Emeka Opara, Dembaba. Mi lesz ott, srácok? Kicsit összezsúfolódtak az emberek. Megpróbálják onnan elhúzni magukat, mint a szánkót, de nem sikerült, és Lexa! Lexa nem jó labdarúgó, viszont három tüdővel rendelkezik. Olykor azért a labdavezetés nehézséget jelent a számára. Ennek ellenére minden hónapban leadja a számláját, ugye a klubvezetés irányába, Rundström. Számára még az nem jó terület. Weigelt ívelése, kuka. Haas! Rundström csak tessék, lássék módra, mondtad a Seitz. Azért még Reinert nyomott egy biztonságított Luis Gustavo füle mellett. Ja, tényleg, akkor most, hogy rímeljen Gangster Zoliéknak a fegyvere. Fegyverek meg a nullák. Drog fegyverek meg a nullák. Nulla nullák. És sem mutatja meg a haladás irányát. Kicsit megmozgatta a szippet, úgyhogy lehet pánikozni. Már nem volt egy túlság... Mancseknak! Mancseknak a védő mozgása az konkrétan... Aszta! Nem is tudom, hogy mit Márvány táblán gyakorolt elő. Júj, össze-vissza törte a labdát. Bah. És aztán Szippertnek elég nehéz volt megfogni, mert ez egyfelől cudarul eltalált löket volt, másfelől ugye gyepszőnyek sem biliárdozásra alkalmas. De még egy, de megkapara. Nem tudom, ezek a srácok úgy hivatásszerűen mit űznek napi 2-3 órában.